Köszönöm szépen az ő munkájukat, a szervező, a rendező munkáját, mindazokért, akik biztosítani fogják ennek a rendezvénynek a színvonalas lebonyolítását. Tudom, hogy ez a hely nem a szavak, különösen most nem a szavak helye, itt a tettek és a teljesítmény beszél, úgyhogy ha megengedik röviden is fogom a mondókámat. Azt is tudom, hogy minden sportoló életében fontosak a versenyek, hiszen a versenyeken dől el, hogy az a rengeteg munka erőfeszítés az sikerre várható-e, ami minden verseny megelőz. És azt is tudom, hogy a versenyek kegyetlenek, mert a felkészülés, a szenvedés az nem mindig várta be a hozzáfűzött reményeket egy versenyen. A harcművészetek művelői azonban különleges és különös sportolók, akik persze egyfelől a teljesítményre törekszenek, másfelől, mint harcművészetek, művelő harcosok is, és egy harcosnak mindig befelé fordul az útja, nem annyira az eredmény, inkább az utol lehés az, ami egy harcos számára fontos, és egy harcos, egy olyan sportot, egy harcos pedig különösen nagy felelősséggel lát el azt, hogy neki a személyes példamutatás és az elvégzett munka adhat csak igazolást. Én azt kívánom minden sportolónak, hogy váltsad azokat a reményeket, amelyekre jött, amelyekre otthonról küldték, és ugyanakkor az eredményekről függetlenül maradjon mindig harcos, járja az útját, és segítse ezt a világot a saját példamutatásával.
Minden jót kívánok, sikeres versenyzést, a nézőknek jó szórakozást, és engedjenek meg egy személyes búcsúzást, hajrá magyarok! Köszönöm szépen! Naputo Kima Rukun! Hopefully.